A családi otthonteremtési kedvezmény nem megoldja, hanem tovább mélyíti a lakhatási válságot Magyarországon. A csok közvetlen hatására drasztikusan megemelkedtek a lakásárak Magyarországon, a telekárak és az albérleti díjak is. És ezzel még távolabb taszította az emberek millióit attól, hogy saját lakásuk lehessen, saját lakáshoz juthassanak. A csok szabályozása pontosan azoknak a családoknak a tízezreit zárja ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Ma ehhez a támogatási forráshoz csak egy nagyon szűk réteg tud hozzájutni Magyarországon. A saját lakás nélkül élő átlagemberek számára, a családalapítás előtt álló fiatalok számára a csok egyszerűen elérhetetlen vagy hatalmas kockázattal jár. Hiába hirdeti a Fidesz kormány a csok iránti érdeklődést, ez nem jelent semmit. Egy luxus autót is nagyon sokan megnéznek a szalonokban, de nagyon kevesek számára elérhető, és csak nagyon kevés gazdag ember jut a végén hozzá. Magyar fizetésből, minimálbéres fizetésből, közmunkabérből a csokról ma álmodozni sem lehet. A lakhatási válságot szerintünk egy mindenki számára elérhető bérlakásprogrammal, lakbértámogatási rendszer oldhatja meg, és ne felejtsük el, mindig el kell mondani, ez az a kormány, a Fidesz-KDNP kormány, aki 500 000 magyar családtól vette el a lakásfenntartási támogatást. Egy olyan bérlakásprogramra van szükség, amely széles körben elérhetővé tenni a jelenleg üresen álló 560 000 lakást. És ez nem csak a lakhatási válságot oldaná meg, hanem foglalkoztatási válságon is tudna enyhíteni Magyarországon. Ha ugyanis lenne egy széles körben elérhető bérlakásprogram, lakbértámogatási program, akkor az országokon belül is könnyebben mozdulna a munkaerő, úgymond mobilissá válna, amely egy-egy régióból ma hiányzik Magyarországon. A csok tehát kettő dologra jó, hogy a tehetős családokat segítse, és hogy a Fideszhez közeli építőipari cégeket, Garancsi Istvánt, Endi Vajnát és Mészáros Lőrinc zsebét tovább gazdagítsa. A csok legfeljebb néhány ezer új lakást jelentett, az ezéves első féléves adatokat megnézve 3400 új lakás épült Magyarországon, és 4800 építési engedélyt adtak ki. Az elmúlt 6 év adatait megvizsgálva 100 éve nem épült ennyire kevés Magyarországon, mint ahogy ezt láthattuk a tavalyi éves adatokat és az első féléves adatokat. Csak emlékeztetőjéül 2008-ban a válság kitörésekor 36 000 új lakás épült Magyarországon, majd kormányváltáskor akkor is meghaladta a több mint 20 000-et, és 2015-ben 7612 lakás épült. 100 éve nem épült ilyen kevés. Miközben a lakhatási válsággal küszködő Magyarországon jelenleg 560 000 lakás áll üresen. Ha megnézzük a KSH adatait, 2014-ben kiadták a 15-ös adatokat, akkor még Magyarországon 383 000 lakás állt üresen, majd egy év alatt majdnem 200 000 lakással lett több üres lakás Magyarországon. Most 560 000 lakásról beszélünk, amit az adatokat, ha megnézzük, több mint 50% az 5000 fő alatti településeket érinti. Lényegében azt mondhatjuk, hogy a vidék elkezd kiürülni, elnéptelenedni. Tehát még egyszer elmondhatjuk, hogy egy bérlakás programra van szüksége Magyarországnak, egy lakbértámogatásra, és lényegében, amit már többször kezdeményeztünk, fizetésemelés, és azt a fajta támogatási rendszert, amit 2015 márciusában megszüntetett a kormány, újra vissza kell adni annak a 500 000 családnak.